Igen. Még följebb. Följebb. Hol van? Ez nem Orbán. Ja, ez nem Orbán. Hát ez nem. Ez nem. Ez a jó. Nehogy is. Betévesztek el. Na, hozom a monolót, vagy nem kell? Hosszú zászló kell, ugye? Nem. Lesz beszéd, vagy mi lesz itt? Érdet, vagy mi lesz itt? Beszéd lesz valami szerelem. Szia, gyertek előre, Krisztán. Most képzeld el, ekkora nagy megpróbáltatás gyerekeknek, ennyi benzin, meg mi kell, hogy most ide jöjjön, meg legyen. Megvettük nekik. Hetes Audi. Béla, ez a hátsó pályára, az első ott van. A hátsó kapu. Három már nem tudom menni. Elől nyitva van. Az ablakok és minden. Nyitva van, ott csöngessünk be. Vannak a postaládák. Itt lakik. Itt lakik, itt kell velem. Az a másik ház. Nem csúcsi, kékenül a keresünk. Nem, csány, mi vagyunk tovább már. Itt van valami. Ez a Salamander 44, nem? Tessék? Másik. A másiknál van a prájára. Nem is látni annyira van. Ott is van a benyomott, van a másik a benyomott, nem tudom. De az is 44. És ott is van egy kamera. Tehát egész bent van a házat. Akkor menjünk oda. Szerintem nem sokáig jól lehet. Nem, szerintem sem. Én azért megkenném a száját. Hát jó, hát te igen. Nem, de egy gőrvösen. Éppen azt mondtam, hogy szeretnék egyet. Na majd, ha meggyógyulok, rendesen majd jövök és elhívják egy gőrvösen. Nem, ez komoly. Van még egy-két kötelezettség, amit reggel kell tenned, utána belemenni alatt. Már ránézésre meg van még. Rohadt rabló banda! Hát így ügyesen és itt hol van? Nem tudják? Nem mer kijönni a patkány!
A szomszédja jött ki, hogy mi ez a nagy sődület. Meséld el neki! Nem tudta, hogy ilyen mocsok a szemét. Ő vezetett a halálba, mocskos hazárulod a szemét, gangster! Magyarország a legnagyobb gyilkosa! Egyik! Az! Gyere ki! Jó, elég lesz! Nem bérek meg a veszélyeket, az mondta a pesvágyban. Rohadt hazáruló! Gangster! Van hangosításunk is! Hangosan! Hát én azt gondolom, hogy itt is egy bankvezér van, aki egy mocskos gyilkos. Így van! Gyilkos! Miért is gyilkosok ezek a bankvezérek? Mert ugye jó néhánynál ezt már elmondtuk. Elmesélek egy történetet. Tavaly ősszel egy Magni nevű nyugdíjas odajött hozzám, és azt mondta: Laci, én öngyilkos leszek. Hát lovagjáljunk már meg, nem olyan gyorsan gyilkoljuk magunkat. Miért leszel öngyilkos? Figyelj, amikor felvettem a devizahitelemet, azt mondták, hogy maximum 40 ezer forint lesz a törlesztő. Ezt mondta az ügyintéző neki. Ez a nyugdíjam fele, mondta ő. Az pont elég a másik fele arra, hogy megéljek, egy kicsit még takarítok, és mindenre lesz pénzem. Kicsit csinosítgatta a lakását, tett, cserélt néhány nyílászárót, így éldegélt pár évig, amikor felment 80 ezer forintra a törlesztője. Pont annyi, mint a nyugdíja. És azt mondta nekem, hogy nem tudtam már fizetni a gázszámlát, nem tudtam fizetni a rezsimet, így már is fűtésem. Alig egy évvel ezelőtt, télen előtt voltunk, és azt mondta, hogy én nem fogok megfagyni a lakásomban, én előtt öngyilkos leszek. És akkor mondta neki, te Magdi, hát akkor miért fizetsz ezeknek a mocskoknak? Hát ne fizesd a devizahitelezet. Miért olyat lehet? Ő már ezerszer volt bent a banknak könnyítést kérni, és nem adtak neki. Nem volt jogosult egyetlen könnyítő programra sem. A teljes nyugdíját elvették. Amit mellette takaríthatott, az éppen a kajára volt elég. És az a Magdi öngyilkos akart lenni. A Magdi, bebeszéltük róla, nem számlára kapja már a nyugdíját, nem fizeti a devizahitelét, és még mindig él. De ezek a mocskok, ezek hagyták volna, hogy meghalljon. Hát ezért kell nekünk minden emberhez elmenni, és el kell jönni az ilyen mocskokhoz, az ilyen szemétcsalókhoz, és ki kell őket lakoltatni. Meg kell mutatni, hogy mi nem félünk tőlük. Meg kell mutatni, hogy bármikor idejövünk a lakásukhoz, és bármikor oda megyünk a bankjukhoz is, és telerakjuk mindenféle plakáttal. Aztán telerakjuk véres kéznyomokkal. És ha ez sem lesz elég, akkor újabb eszközöket veszünk majd a kezünkbe. A fejüket tesszük oda! Akár a fejüket is oda tesszük, ha ez kell, hiszen az életünkért küzdünk. Tavaly még csak a Magdi volt, de az idén már mennyi emberrel több, aki elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Néhányan meg is tették. És honnan tudjátok, hogy közöttünk nincsen olyan, akinek majd egy hónap múlva lesz elég. Akivel most még itt demonstráltunk, és lehet, hogy holnap múlva azt mondja, hogy elég volt. Mert nem értük el a célunkat. Nincs kilátása. Hát ezt nem hagyhatjuk. Nem hagyhatjuk, hogy elveszzen több ember. Ezért nagyon határozottan és nagyon keményen kell fellépnünk most azonnal. Nem várhatunk tovább. Kedden 6.30-kor Boráros téren találkozó. Mutassuk meg az összes bankfioknak Budapesten, és akik vidéken vannak ott, hogy nem hagyjuk magunkat. Mutassuk meg, hogy az ügyintéző, amikor reggel bemegy, akkor ő is rettegje, mint ahogy a Magdi. Mint ahogy bármelyikőtök, amikor felhívnak naponta már 6-szor. És elmondják, hogy elveszik a házadat. Hát ezt ne hagyjuk. Nem hagyjuk. És emlékezzünk meg arról a közel 3000 emberről, aki ezt nem merte végigcsinálni.
Nem volt ereje. Nem bírt elviselni már a szégyent. Ezek az emberek a mi vértanúink. De ne hagyjuk, hogy több ember kövesse őket. Fogjuk meg egymás kezét, álljunk ki, és mutassuk meg, hogy a nép az úr! Fogvarás nélkül a írását szeretném nektek idézni. A Vörösvárgyi Újság 2004. szeptemberi számából, ha már devizásokért jöttünk ide, azokért az emberekért, akik az életüket dobták el az önközükkel. Az a cím, hogy fában, fűben, kőben. Tanár úr. Ön az tanár úr. Én vagyok, fiam. Hát persze, hogy én vagyok. De ha jól emlékszem, tegeződtünk. Igen, de ön az, te már nem. Arra gondolsz, fiam, hogy én már meghaltam? Ez nem igaz. A test gyengülhet, porba hullhat, de a szellem erős és halhatatlan. Archimédesz meghalt. Leonardo meghalt. Einstein meghalt. Dehogy haltak. A mindenség részei már ők. Fában, fűben, kőben, a csillagokban élnek tovább, s bennetek is, fiam. A szerelmük ott van veletek. Magatokban, amíg emlékeztek rájuk, élnek ők is. Tessék, szóltál? Fiam, kérlek, beszélj hangosabban. Tudod, a csillagok nagyon leárnyékolják a hangodat. De hát mégis, honnan beszélsz, tanár úr? Fáj, hogy ezt kell mondanom, de butákat kérdezel. Itt már nincs így át, és oda át. Nincs honnan és hová, tér és idő, fény és árnyék, s nincsenek kérdések sem. Mert minden válasz elve megadatik. Tudod neked, nekem, mint tudósnak, ez kicsi bosszantó is, hogy már nem lehetek kíváncsi, hogy nincs több felfedezés, rácsodálkozás, csak az eleve tudás. A válaszokat kell megszerkeszteni a kérdéseket. Valahogy úgy, fiam. Tudod, tanár úr, a te temetésed után 2 nappal kimentem a sírodhoz, s leültem előtte a kis padocskára. Még soha nem csináltam ilyet. Nézegettem a koszorúkat, szallagokat, amiket időnként meglépentett a pilisek felől fújó szeptemberi szél. Betűzgettem a feliratotokat, és egyáltalán nem voltam szomorú, mert úgy éreztem, hogy gazdag vagyok azáltal, hogy ott ülök. Ugyan, fiam? Csak ne üldögéti a síromnál. Jobban szeretném, ha inkább a világ csodáival, titkaival foglalkoznál. Már még sok idő. Félek, hogy az ember mielőtt megismerhetni, elpusztítja a természetet. De ugye, tanár úr, tanár, erre is különöd a választ. Csak az én kedvemi raggódsz. Kezdjük lássani, érteni fiam egymást, ez egymás fiam. Akkor áruld el, kérlek, a megoldást vagy a végzetet. Nem tehetem. Istenre tartozó dolgok ezek. Küzd és hízd a vízzel. Jobbat én sem mondhatok, de most már megyek. Egy expo-bolygóval van rendezvúm. Isten megáldjon, fiam. Aztán ne hanyagold el a tanulmányodat. Máskor is eljössz, tanár úr. Örökkön eljövök, mert el sosem mentem. Ezt mondanom oda, azok a devizások, akik ennek folytán vesztették az életüket, ők sem mentek el, mert itt vagytok, mert ti gondoltok rá, és csak az fel meg, akit elfelejtünk. Őket nem fogjuk soha elfelejteni, őket vissza várjuk lélekben, térben és időben, fűben, fában és kőben. Mennünk kell a következő helyszínre. Én azt gondolom, akkor tehetjük a legtöbbet ezekért az emberekért, hogyha nem hagyjuk magunkat. Ha harcolunk tovább, nem hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk is az életet, nem hagyjuk, hogy elvegyék a házainkat, nem hagyjuk, hogy elvegyék a reményt a gyerekeinktől, hogy ebben az országban lehet szabadon, boldogan és jólétben élni. Hát ezért tegyünk meg mindent. Hajrá! Hajrá! A következő házunk Orbán Viktor. Egyszer emlékeztek, már voltunk nála, most emlékeztessük, hogy szeptemberre ígértek nekünk valamit. És valami jó megoldást szeretnénk, nem rosszat, mert annak már nincs értelme.
Ilyen palacsi. Komolyan. Komolyan.